Bezdencei őszi burgonya bemutatón szinte számtalan azoknak a fajtáknak a száma, amiket megnézhet itt a termelők sokasága. Hogyan állítod össze ezt a rengeteg fajtát, amit itt látunk? Mi alapján? Egy része felkérés alapján jön, a másik pedig kutatómunka eredménye. Amikor látjuk, hogy egy európai fajta ezen a klímán elég nagy termést képes hozni, akkor azt szeretnénk a saját földünkön is megpróbálni, és így kerülnek ide hozzánk ezek a fajták. Ha megnézzük ilyenkor az eredményeket, azaz a betakarított termést, akkor mit tudsz ezekről elmondani, hogy ezeknek hány százaléka képes arra, hogy Magyarországon is megvesse a lábát? Általában évente 2, maximum 3 fajtát választunk ki, ezeket elég sok szempont alapján osztályozzuk, így a méret, a termőképesség, a varasodásra való hajlam, illetve egyéb vegetatív állapotban lévő fogékonyság alapján. Ebből a sok fajtából végül is sikerült-e kiválasztani valamit? Sikerült, az egyik ilyen a Nobila, a Primabelle és az Arizona. Szaporítani viszont azért ettől többet szaporítotok minden esztendőben. Most hány van? Idén 10 fajtát szaporítunk, ebből 8 fajta elérhető lesz a nagy közönség számára, 2 magyar fajta pedig tovább szaporítással lett termesztve idén. Hogyha a piacotokat nézzük, akkor hova tudjátok eladni a vető burgonyát? Ennek körülbelül 70%-a belső piacra, Magyarországra, a többi pedig a környező országokba kerül értékesítése. Mennyire maradtak meg azok a külföldi piacaitok, amik előtte megvoltak már? Egyelőre megmaradtak, Szlovákiába, Horvátországba és Romániába is szállítunk. Nagyon fontos lesz a közeljövőben az, hogy egy-egy fajta, és itt nem csak a burgonyára gondolok, hogy egy-egy fajta az mennyire ellenálló a betegségekkel szemben. Mennyire ellenállók ma azok a burgonyák, amik forgalomban vannak a betegségekkel szemben? Ez egy nagyon hosszú szelektációnak az eredménye. A legtöbb új fajta valamilyen rezisztenciával bír. Mi ezeket is szem előtt tartjuk, amikor ezeket az új fajtákat kiválasztjuk. Azonban elengedhetetlen a növényvédelmi kezelés. A magyarországi burgonya termesztést nézzük, akkor most éppen hol állunk területben? Közel 8000 hektár a hivatalos adatok szerint a burgonya termőterület, ebben benne van az étkezés és a vetőmag is. Mire elég ez a 8000 hektár? Hát maradéktalanul nem elég a teljes magyarországi fogyasztásra, de a hiányzó részeket, azokat Nyugat-Európából tudjuk pótolni. Miért fogyasztanak kevesebb burgonyát a magyarok mostanában? Mert kevesebbet fogyasztanak. Változik a trend. Magyarországra is igaz, változnak a táplálkozási szokások, és azok a folyamatok, amik Nyugat-Európában már lezajlódtak, azok Magyarországon is most folyamatos változásban tartják a gasztronómiát, és ezért kevesebb burgonyát fogyasztanak a magyarok. Milyen burgonyás év az idei? Az idei burgonyás év egy rendkívüli burgonyás év. A magyar lakosság az számíthat arra, hogy jó minőségű burgonyával, magyar burgonyával sokáig fognak találkozni a polcokon. Egy nehezített év, hiszen egy nagyon hűvös és csapadékos tavasz, amikor még húsvétkor komoly fagyok voltak, ezek nehezítették a burgonya termelőknek, főleg a korai burgonya termelőknek az életét, illetve magát a termésre is negatív hatással volt, és utána következő borzasztó nagy szárazság, az tovább rontotta azokat a hozambeli várakozásokat hétről hétre, hónapról hónapra, ami a burgonya termelőknek nem igazán segített a jó mennyiség elérésébe, viszont úgy látjuk, hogy a minőség az pedig jól sikerült az idejében.